Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Bár más sorrendre készültem, de hát ugye, mivel Kovács Sándor azek szerint olvas a gondolataimban, vagy ismeri a szokásaimat és ismeri a gondolatmenetemet, ezért megfordítom a felszólalásom eredetileg tervezett sorrendjét, és biztosíthatom arról Kovács képviselő urat, hogy mint ahogy eddig is, úgy ezután is mindenben támogatom a választókerület fejlesztését, sőt, szinte már rekordernek számítok az N49-es úttal kapcsolatos felszólalásokban az elmúlt több mint 12 esztendőben. Legalább egy tucatszor, de az is lehet, hogy egy tucatnál is több alkalommal hoztam ezt szóba, vagy fordultam az illetékesekhez írásbeli kérdés formájában, hiszen a Mátészalkai választókerületnek az országos és európai közlekedési vérkeringésbe való bekapcsolása az stratégiai szempontból egy kulcskérdés, nem beszélve arról, hogy a beruházás véletlenül sok éves időtartam alatt számos munkahelyet teremtene az ország legszegényebb járásának, a Csengeri járásnak is, amely szerves részét képezi ennek a választókerületnek, és természetesen nem leszek kerékkötője a Mátészalkai Kórház, vagy éppen a Mátészalkai polgármester felújításának, mint ahogy szenvedélyesen szorgalmaztam szülővárosom határában, Csengerben a börtön megépítését, amely úgy néz ki, hogy a 9 eredetileg tervezett 9 börtön közül egyedüliként valósulhat meg az országban, amely a börtönök túlzsúfoltságának csökkentéséhez kapcsolódó program részét képezi, és hogyha lehet hinni a híreknek, bár jó lenne, hogyha hiteles tájékoztatást is kapnánk végre, képviselőként is, és a környéken élők is egyaránt. Talán most már egy 1000 férőhelyes fegyintézet fog megépülni az eredetileg tervezett 500 férőhelyes helyett, és az azt jelenti, hogy legalább 500 alkalmazottanként mondjuk egy 4 fős családdal számolva legalább 2000 ember, környékbeli ember megélhetését biztosítaná, vagy járulna hozzá jelentős mértékben. Úgyhogy én ezeket a beruházásokat eddig is szorgalmaztam, mindig számon kértem a kormányon, és mindig napra pontosan emlékeztettem arra a miniszterelnök urat is, hogy 2017. május 4-én a Csengeri járási tanúszoda átadásakor, a délelőtti órákban, mielőtt elerett az eső, hogy akkor még találkoztunk esőben, manapság ez egyre ritkább, megígérte a csengerieknek és a Csenger környékieknek az N49-es gyorsforgalmi elkerülőút megépítését és a csengeri börtön megépítését is. Úgyhogy én kerékkötő biztos nem leszek támogató, annál inkább, hiszen létkérdés a környékünk felemelkedése szempontjából is. És itt egy érdekes politikai összefüggést hoznék Szabolcs-Szatmár-Berek megye egyetlen ellenzéki képviselőjeként. Szabolcs-Szatmár-Berek megyében érte el az április 3-ai választásokon a legjobb eredményét vagy eredményeit a Fidesz. Nagyon örülnék annak, hogyha ez a környéken élők átlagkeresetének növekedésében, akár az úthálózat, az intézményhálózat fejlesztésében, a főleg magyar tulajdonú vállalkozások oda telepítésében, és egyáltalán nem csak a választókerület, hanem az egész megye életminőségében, mindennapjaiban is megmutatkozna természetesen pozitív előjellel, hiszen én úgy gondolom, hogy ha ezt az iratlan politikai logikát vagy szabályrendszert nézzük, akkor bizony a Fidesz-KDNP tartozik Szabolcs-Szatmár-Berkbenyének az önök gondolkodása szempontjából is, úgyhogy van mire hivatkozni akkor, amikor fejlesztési elképzelésekkel kapcsolatban indul meg lobby tevékenység.